Nem bezárult, légy szíves! Hölgyek, urak, így a zavarból, hangzavarból következtettek rá, hogy ismét kitelepülésen vagyunk. Budakalász Kóskároly művetése az is rockház, és a mai áldozatunk már, mint vendégünk. És köszönöm szépen, hogy így a koncert előtt. A rock oltárán. Egyértelmű. A Pál utcai fiúk frontembere, alapítója Lecsó. Én csak így hívlak, mert jó, szerintem ez így teljesen... Ezt a nevemet is. Szerintem ez így teljesen rendben van. Az lenne a kérdésem, úgy tudom, ma itt még nem léptetek föl, tehát most léptek föl először. Van még egyáltalán benned druk egy-egy fellépés előtt? Mindig van. Már nem... Nem arról szól a druk, mint mondjuk a legelején, hogy vajon egy számot el tudok játszani, vagy... Bár egyébként hozzátettem, hogy amikor ilyen új dologat játszunk, akkor ott mindig van egy izgalom, hogy ott... Nem, hogy a gitár témát, vagy valamit, hogy a szöveg eszembe jutott, de az a kisebb része. De inkább egy... Hát, bennem az van, hogy ugye nincs két egyforma koncert, és hogy tök mindegy milyen a helyszín, de hogy bejönnek az emberek, akkor körbenéz az ember, kijön az imbadra, hogy nagyjából felméri, hogy mi a teret. Nem volt még, mióta játszunk, nem volt bukott koncertünk ilyen szinten, mert ez egy, hál' Istennek ebbe a... Amitől jó az a zenekar, szerintem az, hogy mi ezt nagyon szeretjük csinálni, ezt, amit csinálunk, és nagyon szeretjük játszani dalainkat. Szerintem ez lejön. És az emberek azért szeretik, hogy ha látják, hogy valaki nem egy séma szerint dolgozik, nem ilyen bevált pózokat alkalmaz, hanem azt csinálja nagyjából, ami belülről jön. Azt szerintem az mindig egy hálás dolog. Nyilván ez nehéz elfogadtatni, de egy zenekar, aki 40 éve játszik, nekünk már ilyen szinten ez könnyű. Az, ahogy én szoktam mondjuk a színpadon konferálni, amikor dadogok össze-vissza beszélek, és belemondjuk a mikrofonba, ezt senki más, tehát ezt igazából egy frontember ezt nem teheti meg, hogy így konferál. Ha most újra kezdeni, nyilván elmennék valaki az, aki ezt megtanítja nekem, hogy rendesen, hangosan beszéljek, de tőlem már elfogadták, és néha, hogyha már tudok mondani egy igazából mondatot mának is, annak ellen örül mindenki, úgyhogy hogy ez a jó, emberek 40 éve zenekarra van. Hát, mondhatni, több szempontból is eredeti és egyedi vagy, de ez még ez így pluszba rátesz. Az lenne a kérdésem, hogy könnyű és nehéz helyzetben vagy egyszerre, hiszen egy ekkora időszakból az egy rekvizitát összeállítani sosem könnyű, sosem egyszerű, de mégis könnyű és egyszerű. Hogy történik ez nálatok? Hát ez az én feladatom alapvetően, és... Nekem nagyon sokféle szempontom tehát nyilván az egyik például, hogy az új és a régi számok hogy vannak vegyítve, hogy követik egymást után. Vagy inkább az a kezdeni, hogy nekem nagyon fontos, hogy az egész koncertnek legyen egy íve. Tehát, hogy valahonnan elkegyön és tartson valahol, az nekem az a legfontosabb. Utána, hogy ezek hogy vannak elosztva mondjuk az új és régi számok, akkor utána szempontból hogy vannak elosztva a gyors és a lassú számok. Nálunk szempont az, hogy osztom el azokat a számokat, amit Anikó énekel vagy én. Hát nyilván se jó, hogy én éneklek mondjuk 10 darabot, ő meg elénekel egyben 4-et, tehát próbálom ezt is nézni. Úgyhogy mindig így, ahogyha olyan helyen játszunk, ahol játszottunk mondjuk tavaly, akkor megnézem, hogy ott tavaly mivel kezdtünk, mi volt el vannak rakva nekem az összes ilyen sorrend, és akkor mindig megnézem, hogy ott mivel kezdtünk, hogy ne az legyen, hogy az emberek, amit nagyon megérzek, mindig egy koncertnek az eleje meg a vége. Igen. És én ezt próbálom mindig azért, ezt olyan ha próbálom kicserélni a dalokat, tehát hogy hogy ne ugyanazt a 20 számot játsszuk le a következő évben például. Van fix kezdő számotok? Nincs, pont ezért nincs. Mindig van, mostanában az utolsó, idén volt az első koncertünk a Tabányán, és ott tudom, hogy a közel az évfélre kezdtünk, és azóta, tehát valószínűleg ma is ezzel fogunk, mert az akkor úgy bejött, akkor ez ilyenkor meg szokott maradni egy darabig, de már most is, tehát idén már volt olyan koncert, ahol nem ezzel kezdtünk, mert megnéztem, hogy itt van valamik városban, úgy most ezzel kezdtünk, és akkor beraktam helyett egy másikat. Úgyhogy ilyen szempontból nincsen, mondom, tehát igyekszem azt, hogy ne legyenek egyformák a
Azt mondd meg, mondtad, hogy van egy íve minden koncertnek. Leadásszámok vannak, tehát úgy elrakva a tarsolyba, hogyha kérnek rá, akkor tudod, van, hogy ezt persze, vagy azt. Van, persze. És ezek persze. Fix vagy pedig ad hoc? Nem, hát ez nyilván sokszor hogy olyat kiabálnak majd, hogy tök rég nem játszottunk. Én szeretem az ilyen váratlan helyzeteket. Általában azért olyan dal, amit nem tudunk eljátszani, azért az nagyon-nagyon kevés van. Van olyan dal, amit nagyon régen játszottunk már, és ha bekiabálják, akkor azért abba is, ha olyan a hangulat, én úgy ítélem meg, hogy az jó, akkor simán belevágunk, nem baj, tehát ha van benne kockázat, az jó, én azt szeretem. Aki eljön a Rock Pagodába egyszer, na föl kell tenni azt a kérdést, ami a Rock Pagoda család anyjának, Vicky Blacknek az egész műsor megállom, a kérdés, ez a ki vagy te? Szóval, ki vagy te? Hát ez... Tudom, ez egy borzasztó kérdés. Az első szó. Nem kell nekem. Édesapa. Nekem nyilván a... Mondhatnék egy csomó dolgot, hogy zenekar vezetője, egy másik zenekar gitárosa, most a Tökés Csillagra gondoltam, vagy ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok az életemben, de én azt gondolom, hogy amikor kislányom megszületett, utána már tudtam, hogy az lett a legfontosabb. Azért mondom, hogy nekem ez az első, hogy egy apuka, aki nagyon büszke a lányára, és akkor van egy olyan pár olyan dolog, amire saját magam is büszke vagyok, de azok utána jönnek. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál. Búcsúzol, mit üzensz a Rock Pagoda nézőinek, illetve azoknak, akik még jöjjenek, tessék, és megnézni Budakalász, Postalmezet, és nézzék meg a pálosokat. Tessék járni olyan zenekarokra, akik élőben játszanak, az nagyon fontos az élőzene, annál nincs a jobb a világon. És meg kell nézni olyat is, amit nem ismer az ember, mert nagyon nagy meglepetések jöhetnek. Nem csak előzenekarokra is gondolok, de ismeretlen zenekarokra is érdemes elmenni, mert nagyon nagy meglepetések tudnak. Tudja kérdezni, mert ha élőben néznek valakit, és nem a rádió hallgatja, vagy YouTube-ról nézi. Úgyhogy hajrá, élőzenek! Köszönjük szépen, és jó koncertet kívánunk! Köszönjük. Én is köszönöm!